Kerítésbontok címmel plakátkiállítás nyílt a főtéren. Fekete Dávid, a Fidelitas országos alelnöke elmondta, a nagyméretű molinókon az ellenzéki pártok képviselőitől olvasható egy-egy idézet arról, hogy miként vélekednek a határzáról. Szerinte, ha hatalomra kerülnének, mindegyikük első dolga az lenne, hogy lebontják a kerítést, ezzel pedig elvennék a fiatalok jövőjét, és bevándorló országgá tennék Magyarországot. A plakátok szerdáig maradnak Szombathelyen.